Magabiztosan a harmadik Békés Csabát 10 ponttal megelőző jutott fel az NB1-be a kisvárdai futballcsapat. Kondás Elemér együttese 22 győzelem mellett 9 döntetlent játszott és 7-szer szenvedett vereséget. A téli szünetben már 10 pont volt Lukaszék előnye, így tavasszal csak arra kellett figyelni, hogy az üldözők ne kerüljenek közel a Várdához. A feljutást végül a 38. fordulóban hazai pályán a Szeged ellen harcolta ki a csapat, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből a Nyíregyháza után másodikként szerepelhet majd az NB1-ben a kisvárda. Egy olyan megerősített bázissal, alappal vágunk neki a következő nagyon magas kihívásnak, az NB1-nek, amelyre föl vagyunk készülve. Mind infrastruktúrálisan, mind sportdiplomáciailag, mind pedig szakmailag. Azok a játékosok, akik a tavalyi évben távoztak tőlünk, illetve akik helyettük jöttek, azok bizonyították, hogy nem véletlenül volt ez a csere, és velük, illetve a szakmai stábbal természetesen egy olyan egyveleg alakult ki, amely habár a mérkőzések elején ősszel még nem számított esélyesnek, mert sötét lóként néztek ránk nagyon sokan, ennek ellenére úgy gondolom, ahogy teltek a meccsek, úgy javult a csapatnak a teljesítmény, és jött az eredményesség is, teljes mértékben megérdemelt, és már ősszel olyan előny, olyan beosztatatlan előnyt harcolt ki magának, amelyet a tavasszal csak meg kellett őrizni. A tudatosság, a fiataloknak a szerepeltetése, ez mind-mind olyan, ami a magyar futballban nem mindig van jelen. Vannak vágyak, vannak álmok, ez most valahol nálunk mind a kettő teljesült. A brazil Ventura, Pico, Sassa, valamint az ukrán Pársvánia szerződtetését már bejelentette a klub, de számítani lehet még több erősítés jelentő labdarúgó érkezésére. Egy fél éve készülünk az új igazolásokra. Sokkal nagyobb területünk és időnk volt erre. Alaposan körbe tudtam járni azokat a játékosokat, akiket kiszemeltünk, illetve ajánlottak nekünk. Hát megvan most már egy olyan új mag, akire számíthatunk az élvonalba. A költségeink azok nem lesznek magasak, talán a legkisebb lesz az NB1-ben, sőt egész biztosan. Ennek ellenére az NB2-ben is a középmezőnyben voltunk, és ez a tudatosság ez eredményben is megmutatkozott. Nagyon remélem, hogy az élvonalban is ez lesz, és remélem, hogy hasonlóan sokan fogják buzdítani a csapatot is. Révész Attila elmondta, ahogyan korábban, a távozó játékosoknak ezúttal is segítenek új csapatot találni. A felkészülés június 18-án kezdődik, az első fordulót július 21-én játsszák az NB1-ben. A tervek szerint a kisvárdai csapat a harmadik fordulóban az új stadionban lép pályára először hazai környezetben.